Adománygyűjtő koncertet rendeztek Szekszárdon a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar családok megsegítéséért. A Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület és a Tolna megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ közös szervezésében létrejött jótékonysági estre meghívott előadók is ingyen vállalták a fellépést a nemes cél érdekében. Mondom, jó vagy, bébi, figyelek rá. Sindeli Gábor táncdalénekes, többek között a Tankcsapda együttes egyik közkedvelt slágerét, az Örökké tart című alkotást is előadta. Horváth István országgyűlési képviselő elmondta, hogy példaértékű a magyar emberek összefogása a háborús elől menekülők megsegítéséért. Nem csak a határ közelében élőknek szükséges támogatást nyújtani tartós élelmiszerekkel és tisztálkodási szerekkel, hanem a Magyarországra menekülőkről is gondoskodni kell. A Dunamenti Polgári Egyesület, valamint a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület közösen karolta fel a mai rendezvényt abból, hogy a rendezvényből befolyt támogatásokat a menekültek megsegítésére ajánlja fel. Úgyhogy örömteli maga az összefogás, de az esemény, ami életre hívta, az szomorú. Eddig körülbelül 500 ezer menekült érkezett hazánkba, de nekik több mint a 90%-uk tovább is haladt más, nyugat-európai országok felé. Az eddig beérkezett adományokból a nagyjából 50 ezer Magyarországon maradt ember ellátásában kell segítséget nyújtani akár hetekig, vagy hónapokig. Nem csak a Kárpátalján élők segítése érdekében fognak össze a példaértékűen a magyar emberek, hanem a háború minden egyes menekült részére, hiszen nincs igazságos háború. Tehát vannak menekültek Kárpátaljáról, vannak ukrán menekültek, vannak orosz menekültek. Mindenki, aki menekült, annak biztonságot kell, hogy adjunk, és azt lehet érezni, hogy egy soha nem látott összefogás van a menekültek megsegítése érdekében. A kormányhivatal és a helyi önkormányzatok együttműködésének köszönhetően Szekszárd és térsége felkészült, még 1000 esetlegesen a jövőben érkező menekült elszállásolására.